Sziasztok! A következő percekben a magyar nyelv és irodalom tantájtól némileg elszakadva egy kicsit általánosabb témáról, az időgazdálkodásról lesz szó. Azokat a tapasztalataimat igyekszem majd megosztani veletek, amiket ebben a témában szereztem. Én viszonylag rá vagyok csavarodva így a produktivitás meg az időgazdálkodás témájára, tehát elég sokat olvastam ez ügyben. Aki hozzám hasonlóan picit foglalkozott már a témával, annak bizonyára lesznek olyan dolgok, amik ismerősen csengenek, de azért úgy gondolom, hogy hasznos tanulságokkal járhat nem csak a diákok számára, bár elsősorban ezt a videót is a diákjaimnak, illetve az érdeklődő diákoknak szánom, hanem azok számára is hasznos lehet, akiknek úgy általában véve gondot okoz az, hogy a teendőiket összehangolják a rendelkezésükre álló időkerettel. Vágjunk is bele. Most ez egy picit bénán fog kinézni ez a videó, mert nem szerettem volna ezt a jó kis órás dizájnt feláldozni annak az oltárán, hogy folyamatosan látszódjék az arcom, tehát így váltogatni fogom a diákat meg a saját arcomat. Az fontos, hogy ebben a videóban nem fogok nagyon konkrét tippeket adni, tehát ez inkább ilyen gondolatébresztő dolog szeretne lenni. Ha lesz rá igény, akkor későbbiekben is készítek majd ilyen tartalmakat, amikben akár konkrét tippeket, trükköket fogok megosztani veletek, de azért ebben is lesz néhány olyan információ, amit akár már ma beépíthettek majd a mindennapi rutinotokba. Ahogyan látjátok, néhány ilyen hívó szó köré építettem föl a mondókámat, és kezdjük először is néhány számmal, konkrétan kettővel. Mind a két szám, amit itt láthattok, a 4007 meg a 10.000 óra, ezek a tengeren túl nagyon népszerű produktivitással, időmenedzsmenttel kapcsolatos népszerű könyveknek a címéből vagy a tartalmából vannak. Az egyik könyvnek az a címe, hogy 4007 idő menedzsment halandóknak, és ennek a könyvnek a szerzője abból indul ki, hogy egy emberi élet az úgy nagyjából többé-kevésbé 4007-ből áll. Ha ezt kiszámoljátok, akkor itt egy ilyen átlagos életkorú, vagy átlagos várható élettartamú, tehát egy olyan 76-77 éves emberrel számolva, 4007-nyi idő az, ami van. Az, hogy ez sok vagy kevés, erről lehet vitatkozni, de az azonban biztos, hogy ez egy nagyon véges erőforrás. Sőt, hogyha valaki, aki ezt nézi, és már elmúlt 20 éves, az nyugodtan vonjon le belőle most már ezret. Tehát a lényeg az, azt érzékelteti ez a cím, meg az egész könyvnek a mondani valója is azt próbálja érzékeltetni, hogy az időből csak egy véges mennyiségű van. Ezért nagyon meg kell gondolni azt, hogy ezt a véges mennyiségű erőforrást, ezt mire fordítjuk. Arra is ad egyébként tippeket ez a könyv, hogy hogyan tudunk dönteni ezzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy nagyon fontos tisztázni azt, hogy mi az, ami prioritás, mi az, ami igazán fontos, és azt teljes erőbedobással végezni, ami pedig kevésbé fontos, azt pedig a szükséges legkisebb erőbefektetéssel végezni. Ez természetesen nem azt jelenti, lefordítva mondjuk egy iskolásnak az életére, hogy a fontos tantárgyakból kell a hármas, a többiből meg elég bukdácsolni, ennél azért cizelláltabb a helyzet, de az a lényeg, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy mi az, ami fontos, mire szánjuk az időnket, hogy ebből a 4007-ből mennyi időt érdemes például tiktakozásra fordítani, vagy olyan cselekvésekre fordítani, aminek komolyabb, különösebb hozadéka nincsen a jövőre nézve. A másik szám, amit idehoztam, az pedig a 10.000 óra. Ez egy másik könyvben szerepel, ez a szám, annak a könyvnek az a címe magyarul, hogy a tehetséget túlértékelik, vagy a tehetség túl van értékelve, ha ilyen germanizmussal akarom megfogalmazni. És az a könyv pedig arról szól, hogy gyakorlatilag bármilyen tevékenységben, legyen az sport, művészeti tevékenység, vagy valamilyen technikai jellegű tevékenység, vagy szakma, tehát gyakorlatilag bármilyen tevékenységben mesteri szintre el lehet jutni 10.000 óra alatt, és abban, hogy ki fog igazán nagy eredményeket elérni, vagy ki fog igazán, igazán kivételes teljesítményt nyújtani, abban a korábbi
hittel ellentétben sokkal többet számít, de legalábbis minimum annyit számít a befektetett munka, mint a született tehetség. Ugye szeretjük azt hinni, hogy a nagy művészek, a nagy színészek, a nagy tudósok, hát ők így születtek. Mi hétköznapi halandók, ettől távol vagyunk, esélyünk sincs arra, hogy hozzájuk hasonló eredményeket érjünk el, de nagyon úgy tűnik, kicsit mélyebb rásva a témában, most itt részletekben nem fogok belemenni, tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez nincs így, hanem a tudatos gyakorlás, tehát az, hogy az ember tudatosan beosztva az energiáját, az idejét, sok időt szán egy tevékenységnek, ennek köszönhetően nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogyha én mondjuk közel 50 évesen holnap úgy ébrednék fel, hogy már pedig én az életem hátralévő részét az balerinaként szeretném leélni, és gyakorolnék 10.000 órát. Ez egyébként így nagyjából lebontva olyan 10 évnyi gyakorlást jelent napi 4 óra gyakorlással. Tehát, hogy hiába durálnám neki magam nagyon, valószínűleg 10 év múlva sem táncolnék a Royal Balletban, de az egyrészt az biztos, hogy komoly eredményeket érhetnék el még én is a balett területén, ha ez lenne a gondolatom, hogy ezt szeretném csinálni, és ráadásul, hogyha valami olyan tevékenységet választanék, ami alkatilag nekem jobban fekszik, például meg szeretnék tanulni egy nyelvet, ami nekem alapvetően jól megy, vagy meg szeretnék tanulni egy programozási nyelvet, ugye az is egy nyelv, csak egy picit más jellegű, azban viszont egészen biztos, hogy 10 éves tudatos gyakorlással egészen magas szintre el tudnék jutni. Tehát azért fontos ez a 10.000 óra, hogy egyrészt ne higgyük azt, hogy egy átlagos képességű ember nem képes nagy eredményeket elérni, másrészt pedig megint csak oda kanyarodunk vissza, hogy 10.000 óra alatt csodákat lehet tenni, de 10.000 órát simán el lehet tölteni az Instagram, a TikTok vagy más időrabló tevékenységek előtt is. Itt kicsit sokat fogom szidni a TikTokot, előre elnézést kérek, ezzel tudom, hogy szembe megyek a trendekkel, de hát ennél jobb példát nem is tudnék hozni, azt hiszem, az időrabló tevékenységekre. Na, de menjünk is tovább. Pillanat. Na, a következő kis karikában azt a szót látjátok, hogy unalom. És itt egy direkt, kicsit provokatívnak szánt állítást látok, mégpedig azt, hogy az unalom a barátod, és azt hiszem, hogy ebből az egész videóból, meg ebből az egész előadásból, mert ez egy eredetileg egy előadás volt egyébként, amit most videóformában is elkészítek, tehát ebből az egészből a legfontosabb mondat az, hogy az unalom a barátod. Tehát, hogyha egy valamit viszel magaddal, ha egy valamit jegyzel meg, ha egy valami kezd el benned dolgozni, akkor ez a mondat legyen az, hogy az unalom a barátod. Bocsánat, egy picit véletlenül leállítottam a felvételt. Tehát az unalom a barátod. Az unalom az a hétköznapokban egy ilyen negatív hangulatú szónak számít. Unalom alatt azt értem, amikor nem érkeznek folyamatosan új és izgalmas ingerek, amikor nem köti le a figyelmedet folyamatosan egy új, meg új érdekes dolog. Ha körbenéztek a világban, akkor azt látjátok ti is, gondolom, amit én, hogy manapság már nagyon nehéz unatkozni. Tehát gyakorlatilag az okos eszközök elterjedésével nem kell unatkoznunk. Tulajdonképpen egy olyan világban élünk, ahol már nem is szabad unatkozni, mert azt sugározzák felénk a médiumok, a közösségi média, az összes népszerű platform, hogy az életet azt egy ilyen örök komfortzónában kell élni, és a diszkomfort az rossz, az olyan, mint a pest is, attól menekülni kell. Tehát gyakorlatilag minden másodpercét le tudja kötni az ember valamivel. Márpedig, és ez alapvetően nem lenne baj, hogyha nem akarnánk valami nagyobb célt elérni az életben, de ezzel párhuzamosan meg azért, ugye mégiscsak az ember szeretne egy olyan felnőtt életet, amiben egy jó karriert épít, amiben olyan szakmája lesz, amiből meg tud majd élni. És hát az a helyzet, hogy az összes nagy eredményhez vezető út, az az unalommal van kikövezve. Tehát akár a sportban, akár a pénzügyi világban, akár a tudományban, akár a művészetben, ha az ember valami nagy formátumú dolgot akar letenni az asztalra, ahhoz bizony nagyon-nagyon-nagyon sok órányi, de unalmas munkára van szükség. Persze vannak pillanatok, amikor az ember flowban van, magával ragadja a tevékenység, és élvezi azt, amit csinál, de általában ez a kevesebb. Tehát az eredményekhez egyszerűen jól kell tűrni azt, hogy nem izgalmas, amit csinálok, mégpedig azért kell jól tűrni, mert a hosszú távú előnyök
azok, hogy mondjam, majd kárpótolni fognak ezért az unalomért. A probléma azonban az, hogy mindannyiunknak a fejében ott ül egy ilyen kis ősember, amilyet itt a képen is láthattok, amelyik nem szereti a hosszú távú energiabefektetést, amelyik nem szereti a diszkomfortot, amelyik szeretné magát folyamatosan jól érezni, és nagyon tudatos odafigyelés kell ahhoz, hogy ezt a fejünkben élő kis ősembert, aki egyébként az én fejemben is ott él, tehát az én fejemben is az van egy ősember, amelyik azt mondja, hogy hát inkább Netflix-ezél, mint hogy mindenféle oktató videókat csinálsz a világnak, és inkább egyél csokit, mint zöldséget, mert az finomabb. Tehát mindannyiunknak a fejében ott él ez a kis paleolit ősember, aki az ellen dolgozik, hogy unalmas tevékenységeket folytassunk, de az a jó hír, hogy ezt a kis ősembert, ezt le lehet győzni, meg lehet hekkelni az agyunkban, ezt az állandó komfortra törekvő kis lényt. És mindjárt mondok is néhány tippet azért azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet meghekkelni ezt a kis ősembert. De először beszéljünk még két úriemberről, aki nagyon sokszor előkerül, hogyha az időgazdálkodásról van szó. Az egyikük, Pareto, ő egy olasz közgazdász volt, aki megalkotta a ma Pareto elvként ismert szabályszerűséget. Most csak nagyon röviden, ennek nagyon nagy szakirodalma van, meg nagyon sokféle területen előkerül ez az alapelv. Pareto eredetileg arra jött rá, hogy a társadalomban vagy a világban lévő anyagi javak, az emberek, anyagi javak 80%-a, az emberek mindössze 20%-ának a kezében van. És az az érdekes, hogy kiderült, hogy az életben nagyon sok mindenre alkalmazható ez a Pareto elv, és tulajdonképpen egy ilyen általános törvényszerűségként megállapítható, hogy a következmények 80%-a az okok mindössze 20%-ára vezethető vissza. Ez most így nagyon elvontan hangzik, meg nagyon elméletinek hangzik, de ha belegondolsz például arra, hogy hogyan készülsz fel egy dolgozatra, vagy egy nyelvvizsgára, hogy összességében mennyi időt töltesz a felkészüléssel, és ennek a ráfordított időnek mekkora hányada vezet majd el a végeredményhez, akkor arra megállapításra lehet jutni, hogy Paretónak többé-kevésbé igaza van. A másik úriember pedig egy Parkinson nevű brit történész, ő pedig a Parkinson törvényként emlegetett szabályszerűséget írta le az egyik munkájában, ami úgy szól, hogy a munka úgy bővül, hogy kitöltse az elvégzésére rendelkezésre álló időt. Magyarul nincs az az egyszerű tevékenység, amit ne lehetne elnyújtani akár napokig, másrészt pedig nincs az a munka, amit ne lehetne hatékonyabban csinálni. De szerintem ezt is tapasztaltátok már, hogy amikor két heted volt fölkészülni egy témazáróra, akkor simán elébe szóltál vele két hetet is, de ha a héten rájöttél, hogy úristen, holnap témazáró, akkor az alatt az egy nap alatt készültél fel, és nem is mindig feltétlenül látszott az eredményben a különbség. Illetve azért fontos még a Parkinson törvény, és ez is megint picit így a napjaink világára vonatkoztatva, hogy nagyon könnyű a munka látszatát kelteni azzal, hogy elfoglaltnak tűnsz, hogy ülsz a gép előtt, hogy ide mégy, oda mégy, e-mailezgetsz, üzengetsz. Ezzel tényleg napokat el lehet tölteni, miközben ugyanazokat a tevékenységeket, amik így föloldódnak a sok-sok nap vagy a sok-sok óra folyamán, ezeket sokkal rövidebb idő alatt is el lehetne végezni. Jó, ez megint picit távolabbra vezetne, de így is telik az idő, és nem akarom ezt nagyon hosszan tárgyalni. Inkább annyi maradjon meg ebből, hogy a tevékenységek optimalizálásával nagyon nagy különbségeket lehet elérni a kimeneti oldalon. Tehát, hogy nincs az a tevékenység, amit ne lehetne még hatékonyabban végezni. Na, menjünk is tovább. A következő szintén egy ilyen tételmondat, amit én nagyon sokszor szoktam hangoztatni a hétköznapokban is. Ez pedig úgy szól, hogy a fókusz az új IQ. Ez némileg kapcsolódik az unalomról mondottakhoz. Tehát, hogy ebben a digitális világban megint ez kerül elő, hogy,
ugye folyamatosan érnek minket az ingerek, folyamatosan van mit csinálni, és egyre inkább úgy tűnik, és erre is már azért kimutatható eredmények vannak, tehát ezt nem csak így hasamból mondom, hanem egyre inkább úgy tűnik, hogy a teljesítmény, a végeredmények szempontjából már sokkal többet nyom a latba az, hogy az adott munkavállaló, vagy az adott személy mennyire képes fókuszáltan figyelni, tehát mennyire nehezen terelhető el a figyelme, ez sokkal többet nyom a latban, mint hogy milyenek a kognitív képességei. Magyarul, hogy mennyire intelligens. Mert hiába vagy te egy zseni, hogyha nem vagy képes 3 percig ugyanarra figyelni, pláne órákon át ugyanarra figyelni, akkor nem lesz arányban a teljesítményed a meglévő képességeiddel. És már az egész csatornának a bevezető videójában is beszélek röviden a multitaskingról, és ennek a problémája itt is elő szokott kerülni. Ugye nagyon sokan mondják azt, vagy diákjaimtól is megkapom sokszor, hogy de hát, hogy ő tök jól tud tanulni, miközben messengerezik, vagy hát ez nem igaz, hogy nem lehet egyszerre több dolgot csinálni, különben is uncsi, csendben ülni és tanulni, az nagyon unalmas, és azt nem lehet kibírni, és hogy sokkal jobb, ha az ember több dolgot csinál egyszerre. Tehát van ez a hit a multitaskingban, sőt hosszú évekig nagyon fancy dolognak számított a multitasking, az volt gyakorlatilag a hatékonyságnak a szinonimája, és el kellett tennie egy pár évnek, amíg ez teljesen egyértelművé vált, hogy az egyáltalán nem hatékony. Még pontosabban vannak a multitaskingnak hatékony vagy működőképes formái, hiszen nagyon jól lehet meccsnézés közben pizzát enni, meg beszélgetni, vagy nagyon jól lehet takarítás közben podcastot hallgatni, és még lehet, hogy jobban meg is jegyzed az adott dolgot, hogyha valamilyen motorikus tevékenységet végzel közben. De itt az a kulcsmomentum, hogy akkor működik a multitasking, hogyha az egyik valamilyen mechanikus dolog, ami nem igényel intellektuális odafigyelést, akkor valóban működik a multitasking. De két egyenlően nagy odafigyelést igénylő intellektuális tevékenység, az nem tud párhuzamosan működni. Amikor te azt hiszed, hogy párhuzamosan csinálsz két ilyen agymunkával járó tevékenységet, akkor valójában nagyon gyorsan váltogatsz a kettő között. Ugyanis még a számítógépek többsége sem tud egyszerre két komoly műveletet csinálni, a számítógépek többsége is valójában nagyon gyorsan váltogat két tevékenység között. Ezzel pedig az a probléma, hogy egyrészt nagyban csökkenti a hatékonyságot, a folyamatos, megint csak figyelemváltás, kontextusváltás, ez nagyon csökkenti a hatékonyságot, másrészt pedig nagyon-nagyon kimerítő. Tehát hosszú távon kiégéshez vezet, kimerüléshez vezet, amiből aztán szorongás, mindenféle fizikai tünetek is tudnak lenni. Tehát érdemes minél előbb elfelejteni a multitaskingot, és inkább rászánni az időt az úgynevezett single taskingra, tehát hogy egy dologgal foglalkozni tartósan, és higgyétek el, hogy sokkal hamarabb és sokkal hatékonyabban fogtok végezni az adott feladattal. És ugye itt kanyarodunk vissza az unalomhoz, ehhez viszont el kell viselni azt, hogy nem történik 3 percenként valami izgalmas dolog, amire reagálni lehet. És szerencsére egyébként a fókusz, aminek a képességét nagyon nagy mértékben elvesztette a modern ember, most már ilyen nagyon horrorisztikus adatokat lehet látni arról, hogy például a gyerekeknek mennyire rövid az az idő, amíg koncentrálni képesek, és én ezt sajnos tanárként tapasztalom is, hogy nagyon-nagyon lerövidült az az idő. Tehát mindennapi tapasztalat az, hogy mondok egy mondatot, és mire a végére érek, rákérdeznek a diákok, ami az elején volt, tehát hogy ez egészen lecsökkent ez az idő. A jó hír, hogy a fókuszált figyelem az olyan, mint egy izom, azt lehet edzeni. Tehát nem azért csökkent le a fókuszálási képesség, mert az agyunk elsorvadt, és kész hűlünk megfele, hanem egyszerűen egy olyan közegben élünk, ahol ez lecsökkent ez az idő, de ezt újra lehet építeni, megint csak tudatos munkával újra lehet építeni, és érdemes is újra építeni, hiszen a fókusz az új IQ, és a hatékony munkavégzés ezáltal a karriernek az egyik kulcsmomentuma az, hogy az ember mennyire jól tud fókuszálni. Na és akkor azért egy konkrét módszert meg is osztok veletek, ami remekül alkalmas arra, hogy ezt a fókuszáló izmunkat, idézőjelbe izmunkat edzük. Ez egy viszonylag közkeletű módszer, a Pomodoro módszer, tehát hogyha rágooglisztok arra, hogy időgazdálkodás, vagy időmenedzsment, akkor valószínűleg az első találatok között elő fog kerülni a Pomodoro módszer.
Ha megnézitek a képet, itt egy paradicsom alakú tojásórát láttak, amit ugye föl lehet húzni 5 perc, 10 perc, 15 perc, azt hiszem 25 perc a leghosszabb idő, amit be lehet állítani, bár van olyan, amit hosszabb időre is, mindegy, lényegtelen. Az lényeg, hogy ez egy időzítő szerkezet, és onnan kapta a nevét a módszer, hogy az az olasz úriember, aki ezt kitalálta, az egy ilyen paradicsom alakú órát használt, és a paradicsom az olaszul pomodoro, tehát innen jött a módszernek az elnevezése. Természetesen nem kell paradicsom alakú időzítős óra a pomodoro módszerhez, hanem a telefonodat inkább ne használjad, mert hogy akkor az lesz a vége, hogy görgetsz, meg messengerezel, meg mi egyéb, de valamilyen más időzítő szerkezetet nyugodtan használhatsz, akár a számítógépeden is, sőt, az a legpraktikusabb talán. Na, de a módszernek a lényege, pomodoro módszer abból áll, hogy ilyen fókuszálási sprinteket, tehát ilyen viszonylag rövidebb időszakokat váltogat rövid pihenőkkel. De a klasszikus pomodoro módszer az, hogy 25 percnyit fókuszálva dolgozol, de ezt úgy értsd a fókuszt, hogy tényleg mindent kikapcsolsz, vagy repülőgépüzemmódba teszel. A zenéről megosztanak a vélemények, én nem vagyok a zene mellett tanulás híve, de például egy fehér zaj az lehet, hogy elősegíti a fókuszt, de az a lényeg, hogy egy kifejezetten ingerszegény környezetben koncentráltan végzed az adott tevékenységet 25 percig, és utána jön egy 5 perces szünet. Az fontos, hogy az 5 perces szünet az nem azt jelenti, hogy gyorsan veszed már elő a telefonodat, és megnézed, hogy miről maradtál le, hanem az 5 perc az annyira elég, hogy fölállsz, egy kicsit sétálsz, uram, bocsánat, csinálsz egy-két fekvőtámaszt, iszol egy pohár vizet, nem tudom, megeszel pár szem diót, vagy valami egészségesebb nasolnivaló, megcirógatod a macskát. Tehát az a lényeg, hogy egy 5 perc rövid szünet után következik egy újabb 25 perces fókuszálási időszak. Na és ilyen 3-4 ciklust megcsinálsz egy ilyen 25 perc munka, 5 perc szünet ciklusból, 3-4-et megcsinálsz, és utána jöhet egy hosszabb pihenő. Ez az, amikor már mondjuk ehetsz valamit, érdemes leheverni már akár egy kicsit, vagy épp ellenkezőleg elmenni, sétálni egyet. Ha nagyon nem bírod, akkor nézd rá a telefonodra. De az lényeg, hogy egy ilyen hosszabb idő után lehet újra kezdeni egy ilyen 3-4 körből álló hosszabb ciklust. Tehát ez a klasszikus pomodoro módszer. Természetesen van olyan, akinek a 25 perc sem megy, akkor el kell kezdeni. Ha nem bírsz, csak 5 percig tudsz először koncentrálni, akkor kezd 5 perccel, és szépen fokozatosan emeld ezt az időszakot, de az a lényeg, hogy ez tényleg egy jó módszer arra, hogy így gyúrjál fókuszra. Érdemes kipróbálni. Jó, a következő téma, bocsánat, most egy picit belezavarodtam. Igen. Na, a következő téma az megint egy olyan topik, amiről órákig lehetne beszélni. Ez az akaraterő versus rutinok. Tehát az is egyre inkább látszik, hogy mennyire fontosak a jó szokások, a jó rutinok. Félreértés ne esik, az akaraterő is nagyon fontos, az akaraterő is csodákra képes, nagyon sokszor húz ki minket a bajból az akaraterőnk, és nagy kultusza is van ennek, hogy legyél erős, és akkor akaraterőből így old meg a dolgokat. Tehát az akaraterő az nagyon fontos, semmiképpen nem szeretném leírni. Egy baj van belőle, hogy ez is egy nagyon-nagyon véges erőforrás. De olyan szinten véges, hogy ezt így napi szinten értsétek. Tehát ha fölkeltek reggel, akkor akaraterőből egy bizonyos mennyiség van áll rendelkezésre, és hogy éppen jól alakulnak a dolgok, nincsen semmi frusztráció, jól megy a nap, akkor tök jól el is lehet lenni. Ha viszont valami frusztrál, fáradtabb vagy, nem úgy sikerül, kimerült vagy, akkor bizony az akaraterő az egy idő után elfogy. Éppen ezért minél inkább kíméled az akaraterődet, annál több fog rendelkezésre állni belőle. És az akaraterőt kímélni pedig úgy lehet a leghatékonyabban, ha minél több dolgot igyekszel, hát kicsit csúnya szóval mondva, robotpilóta üzemmódban véghez vinni. Magyarul olyan rutinokat, olyan szokásokat alakítasz ki, amik automatizálódnak. És
Ahogyan, tehát hogy akkor nem kell azon gondolkodnod, hogy most ezt megcsinálja-e vagy nem, hanem egyszerűen beépíted a szokásaid közé. Természetesen ezt sem lehet a végtelenségig csinálni, tehát nem lehet úgy leélni egy emberi életet, hogy az ébren töltött idődnek minden percére jut valami szokás vagy rutin, de azért azt a trükköt meg lehet lépni, hogyha mondjuk valami jó szokást szeretnél elindítani, vagy valami rossz szokást megszüntetni, akkor erre vannak nagyon jó módszerek. Az egyik teljesen evidens módszer az, hogy alakítsd úgy a környezetedet, hogy könnyebb legyen a jó szokást megvalósítani, vagy berögzíteni egy jó szokást. Ha belépsz a szobádba, és az első, amit meglátsz a kontroller, meg a játékkonzol, akkor az hódziher, hogy egy fárasztó nap után megkérdezed a kis ősembert a fejedben, hogy most tanuljak a holnapi dogára, vagy inkább játszok egy kicsit, azt tuti, hogy az ősember azt fogja mondani a fejedbe, hogy játsszál. Viszont, hogyha úgy alakítod a környezeted, uram, bocsá, hogyha nagyon nagy kísértés neked a konzol, akkor akár el is pakolod szem elől, vagy esetleg odaadod a szüleidnek, hogy tegyék el, és csak hétvégén adják vissza, akkor sokkal könnyebb lesz a jó dolgot cselekedni. Tehát azokat a szokásokat rögzíteni, amiket szeretnél állandósítani, mert jó szokásuk. Ugyanígy, hogyha futócipőd a szekrény leghátsó zugába van, és órákig kell keresni, akkor sokkal kisebb az esélye, hogy elmegy futni egyet, mint hogyha kéznél van. Tehát egyrészt a környezetnek az alakításával lehet a jó szokásokat hatékonyan rögzíteni, másrészt pedig az is egy nagyon hatékony módszer, ha már meglévő rutinokhoz kapcsolod hozzá az adott szokást, amit szeretnél rögzíteni. Például, ezek ilyen nagyon hülye példák, de mindannyian megtalálhatjátok azt, ami működik. Például, nem tudom, fogmosás után megtanulok 5 angol szót, vagy fogmosás közben fölteszem az 5 szót a tükörre egy post-it-tel, és tanulom, amíg mosom a fogam. Ilyen nagyon-nagyon egyszerű dolgokra lehet gondolni. Vagy még hatékonyabb, hogyha valami olyan tevékenységhez kötöd, amit egyébként szívesen végzel. Ugye ehhez már kell egy kis önuralom, de hogyha következetes vagy, és egy pár napig ragaszkodsz, azt mondják, hogy 21 nap egyébként nagyjából egy új szokásnak a rögzítése, van egy ilyen varázsszám, de az a lényeg, hogy némi odafigyeléssel tulajdonképpen tök egyszerűen lehet jó szokásokat rögzíteni. Tehát nem tudom, például mielőtt leülsz megnézni a kedvenc sorozatodat, előtte csinálsz valami olyan tevékenységet, mondjuk lenyomsz 2 környi pomodórót, és akkor haladsz a leckéddel, vagy valami, ez mindenkinek magának kell eldönteni, hogy mi az, ahol fejlődésre van szüksége. De a lényeg, a jó rutinok, a jó szokások, azok tehermentesítik az akarat erőt, és hosszú távon éppen ezért hatékonyabbak lehetnek. Na, és tulajdonképpen egy kis karikánk maradt még, szerintem ez a mondat is tetszeni fog nektek, ez pedig úgy szól, hogy kerüld a tanulást. Természetesen direkt fogalmaztam meg ezt egy picit ilyen provokatív módon, hogy kerüld a tanulást. Ez alatt azt értem, hogy amikor azt mondjuk, hogy na megyek, leülök tanulni, ezt egyébként a felnőttek meg úgy mondják, hogy na megyek, dolgozom. Tehát felnőtteknek úgy is lehetne mondani, hogy kerüld a dolgozást. Na, szóval ugye a lényeg, hogy amikor leülsz csak úgy tanulni, akkor abból mi szokott lenni, hogy kinyitod a könyvet, olvasgatod, picit jegyzetelsz, ez döguncsi, mégis inkább csinálok más, válaszolok egy üzenetre. Tehát, hogy ez attól is van, hogy ez egy amorf dolog. Nem tudod előre, hogy mit akarsz csinálni. Tehát ne tanulni ülj le, hanem adj egy konkrét feladatot az adott időszaknak. Tehát nem azt mondod, hogy most leülök tanulni a törítézére, hanem azt mondod, hogy most leülök és kiírom az évszámokat a tankönyvből, vagy most leülök és kijegyzettelem az adott leckét. Tehát, hogy mindig konkrét feladattal üljél le, és az meg már egy következő szint, hogyha nagyjából már jól be tudod lőni, hogy mekkora időkeretre van szükség az adott tevékenységhez, és ez egyébként elég jó kitapasztalható. Tehát, hogy ha egy ideig, pár hétig próbálod ezt tudatosan csinálni, akkor egy idő után már viszonylag jól be fogod tudni lőni, hogy na mondjuk az adott tevékenységhez mennyi ilyen pomodoro ciklusra van szükség. Tehát így értem azt, hogy kerüld a tanulást, természetesen nem azt mondom, hogy ne tanuljál, hanem úgy tanuljál, hogy tudatosan tanulsz, konkrét feladatokra delegálsz időt, és egyáltalán eltervezett, hogy mikor mit fogsz csinálni, adott tevékenységekhez időpontokat, vagy időtartamokat delegálsz,
és ezt az egészet próbálod a már meglévő szokásaidba úgy beilleszteni, hogy ez hatékonyan működhessen. Nagyon fontos még az aktív tanulás. Sajnos tanárként nekem mindig vérzik a szívem, mikor azt látom, akár egy érettségi vizsgán, vagy bármilyen vizsgahelyzetben, hogy egy diák iszonyatos nagy energiával tanult, tehát látszik, hogy tényleg nagyon sok munkát tett bele abba, hogy megtanulja az adott leckét, viszont süt belőle, hogy egy szó nem ért belőle. Tehát nagyon szépen megtanulta, vissza is mondja, sokszor még ugyanazokkal a szavakkal is, ahogyan a tankönyvben szerepel, vagy én elmondtam, de hogy valójában nincs mögötte valódi tudás. Ez nem egy megértett tananyag, hanem egy mechanikusan bebiflázott dolog, amivel tulajdonképpen ki lehet húzni igazából, akár a gimnáziumot is, sőt, akár még egyetemet is végig lehet csinálni magolásra, csak az a baj vele, szerintem, hogy iszonyatos nagy időpazarlás, mert ugyanazzal az energiával akár valódi tudást is szerezhetne az ember. Erről is beszélek a bevezető videóban, esetleg érdemes újra megnézni ott, amit erről mondok, de az a lényeg, hogy ne a mechanikus tudásra, hanem az aktív tudásra törekedj. És megint csak azt tudom mondani, hogy érdemes megszokni azt a gondolatot, hogy a tanulás is, meg általában a legtöbb nagy elmélyülést igénylő tevékenység bizony baromi unalmas, és minél inkább megtanulsz együtt élni ezzel az unalommal, annál hatékonyabb leszel. Hát ennyi lett volna ez a kis rövid eszmefuttatás az időgazdálkodásról. Remélem, hogy találtatok benne hasznos információt, igyekezzetek kipróbálni egy-két módszert, és mondom, ha lesz rá igény, akkor lehet, hogy jövök még egyéb okosságokkal is. Egyelőre sziasztok, hamarosan jelentkezem egy újabb videóval.